Akkor a napirendből kiveszünk a hármas napirendet, mindig pénteket. Jó, mert arra úgy döntött a bizottság, hogy nem támogatja, akkor én azt hiszem, hogy nem is kell dönteni, hogy én nem maradtunk. Akkor most kiveszünk a rendből, tehát a közvetlen azt akkor előkészítik, visszaadtuk. Tehát igen. Akkor megvan a szerződés. Igen. És a zárt ülést is kivesszük, és helyette egy 12-es napirendet veszünk föl, mert ugye a tegnapi bizottsági ülésen olyan született döntés a lakáskiadása kapcsán, és így egyszerűsödött a helyzet, úgyhogy akkor az nyitott ülésen. A 12-es napirendre felvennénk, az lenne a napirend, hogy döntés a 2014-ben Morzsivon út 165 alszámon a kormányzati bérlakásáról. Jó? Aki ezt a napirendet így elfogadja, az a misztikusos kivesszük, azt is kivesszük. Nem azt nem. Hát abban mondhatunk, hogy lesz határozat, csak akkor azt fogjuk visszaadni neki, hogy akkor majd a pályázaton induljon, nem? Igen. Jaj. Én úgy emlékszem. Jó, hát ilyen alapon akkor a Márta is induljon a pályázaton. Tehát akkor most a pályázat. Akkor vegyük ki a rap ezért. Nem, én úgy emlékszem, hogy ott egyértem, hogy úgy, és utána azt mondta, jó, hát akkor. Na, de a bizony, azt szavazt, hogy nem tudom, voltam már a bizonyosítom. De egyébként nincs kizárva, hogy induljon egy pályázaton. Tehát akkor vegyük ki azt is, jó. Vegyük ki, és mondjuk meg, hogy induljon a pályázaton, ez így jó. Igen, akkor... el lettek utasítva. A víz legvége az lett, hogy elutasítva. Így van. Jó. Összeműlött fogja elvédni. Akkor beéri annyival a testület, hogy az elutasításhoz írunk egy levelet, amit én már elkezdtem fogalmazni, nem levelet, hanem a határati javaslatba voltam beleírni, hogy de kérdemet. Nem támogatja, kéri a pályázatos formában a támogatás igénybeadását. Tehát, igen. Hogy valamit hozzáírni, hogy... Igen. Várj, ez így túltán. Mikor, pedig, milyen feltételek mellett? Hát ki kell írni a pályázatot. Meg kell majdosítani, hogy a rendszer megváltozott. Először a rendszer kell megalkotni. És pályázatot meg fogjuk alkotni a rendszert, pályázatot fogunk meghirdetni, és azon indulhatnak. De az, hogy fogalma nincs, hogy induljon egy pályázat, milyen pályázat? Nem. De határozott emlékszem, hogy úgy döntöttünk a misztikus rapszódiás blúznál is, hogy ebben a formában nem támogatja. Tehát ilyen formában jó, csak kell, hogy de milyenben igen. De jó, de most egyelőre... Hiszen arról volt szó, hogy... Akkor határozottan sem akar hozni a testület ebben az ügyben. Hogy értesítse ki őket, hogy ezzel nem nyertek, de a később évben van egy... De ez egy levél. Nekünk foglalkozunk el. Most el lett utasítva ebben a kérdésben. Tehát akkor a négyes napirendet is kivettem a misztikus rapszódiát, akkor ugye ebben a formában elfogadjuk el? Így igen. Jó, oké. Köszönöm. Jó, szerintem elmondtam a örömhíreket a... már hogy hallja a bizottság is, talán jobb is volt így. Nem, azt nem ragadom tovább. Szóval én eléggé kilátástalannak érzem a jelenlegi helyzetünket. Az MT készen lesz, szerintem holnap küldik, elolvastuk, jövő héten be kell adnunk. Ezzel az összeggel fog bevenni. Nem, semmi értelme nem lett volna annak, hogy a 250 ezer forintba megpróbáljuk beleerőltetni, ha lehetetlen. Tehát most erről lehet beszélni is, beadsz egy pályázatot. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók úgy döntenek, hogy a pályázat érdemes a támogatásra, és akkor is megemelik a támogatást. Igen. Viszont kérem, nem is kérem. Igen, rajta leszünk. Ha az MT készen van, rajta leszünk, hogy akkor ezt megálljuk. Máshogy sem nincs. Na, akkor más valakinek a kirendelő? Köszönjük szépen a Móricz kiállítást. Köszönjük szépen. Vasárnap 16 órakor Móricz kiállítás megnyitó. Sietünk haza, vidünk rá, hogy ne sietünk. Más valakinek? Jó. Akkor az első napi rendi pont termálfűzőben kérelme. Megbeszéltünk.
Köszönöm, már én felolvasom akkor a tárgyi javaslatot, jó? Tehát Lányfőd Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Filó András ügyvéd úr kérelmére úgy határoz, hogy az önkormányzat 2019 évi költségvetése tervére egyszeri, már kétszeri, 55 millió forint összegű átmeneti tulajdonosi kölcsön biztosít a Lányfőd Termálfürdő Kft. Számára. A kölcsön lejárat a 2019. március 31. A kamat nem március, hanem április 30. Április 30. Igen. Április 30. Április 30. A kamat a jegybanki alapkamat a megegyező mértékű. Ki ezzel egyetek? Akkor a csirkész csapat. Hát én igyekeztem ezt megalkotni, majd szóljatok bele, ha nem annyira jó. Én azt írtam. Lánykor nagyközség előkor a képviselőt megismerte Szabó Benedek úr, Benedek úr 2019. február 1-én kell kérelmét, és úgy határozott, hogy a 1004-es szemtelettől Anna Csenki csapat két kiutazásra váró tagját fejenként 50 ezer forint tal támogatja az önkormányzat a 2019 évi költségvetés terhére az Amerika Egyesült Államokban rendezendő cserkész világtalálkozóról a kijutásuk és a távolodásuk költségére történő hozzájárulásként, amennyiben az 1004-es terhékakat elvégzi a Caritas vezetője által a falunak ajándékozott cserjék elültetését. Így van. Jó, így? Igen. Jó. Aki ezzel egyetért, hét igen. Jó. Általános iskola dolgozó, akkor a 3-as, 4-ese pedig ki fog menni az a levél, hogy ebben a formában nem tudta, ki akar dolgozni egy pályázati formát. Kulturális pályázatot. De mondjuk az igen, jó, ezt meg fogjuk beszélni. Jó, 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 jó. Akkor ötöst, akkor azt is, mert akkor arról meg megcsináljuk a szerződést, amit mi gondolunk, és azt elküldjük akkor a kapitányságnak, Igen. Abban a formában szeretnie. Móricz Zsigmond általános iskola, akkor viszonylag egyszerű, tehát látja, a Nagyközség képviselőt megismerte a közalkalmazotti tanács elnökének 2019. január 14. 7-én benyújtott kérelmét, az abban foglaltakat nem támogatja. Kedve egyetért. Igen, egy hangot. Jó, akkor a lezárás. Akkor úgy néz ki, hogy Lányfő Nagyközség önképviselőt is megismerte és tárgyalta a döntés a kerékpárút akkor nem szennyvíz átemelők melletti, hanem a jogszabályoknak megfelelő módon történő lezárását. Jó? Jó. Akkor így jó? Igen. Kézzel egyetért. András ellene? Egy ellene. Akkor beszámol a saját bevételekről, valamint adósságot kezdő ügyletekből származó fizetési kötelezettségről. Lányfő Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös törvény 29/A paragrafus AB pontjai alapján úgy dönt, hogy a 2019 évtől 2021 évig terjedő időszakon van, hogy a saját bevétel látható összegéről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről készült beszámolót nemlegesként fogadja el az egyetért. És ez 21-re. Jó. Akkor itt a határozati javaslat úgy szól a költségvetés kapcsán. Lányfő Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetet megtárgyalta, és felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy a pénzügyi bizottság és településfejlesztési bizottság 2019. február 14-i ülésén elfogadott javaslatokkal módosított költségvetési rendeletét állítsa össze, és terjeszte be a soron következő bizottság és képviselőbizottság
bizottság és képviselő testület ülésekre annak megalkotása céljából kérdezik is. Csak mondom végén. Március 15-ig kell elfogadni. Jó. És akkor ez a leegyszerűsödött ez a dolog. De amíg amelyek van a szabadság, bocsánat. Ja. Igen. Akkor a szabadság. Hát itt két időpont van kijelölve. Láttátok, ezt ugye nem tájolta a bizottság, egyik a egy április, és utána pedig az igazgatási szünetben. Igen. Lányhó Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011 évi 199-es törvény 225 C paragrafus 2-es bekezdésével foglalt jogkörében eljárva a polgármester 2019 évre vonatkozó szabadság ütemezését az előterjesztésben foglaltak szerint jóvá hagyja. Az előttet ért. Én tartózkodtam. Akkor hat. Tartózkodás. András, te vagy a soros. Szokásos módon az aljegyzőrát a készített alapos írásbeli tájékoztatás alapján remélem, hogy mindenki átolvasta őket, és akinek van kérdése, tegyen föl, ha nincs, akkor pedig kérem, hogy fogom nem a szavaztásra az előadást. Valaki? A Gábor egyszerűsített, hál' Istennek. Úgyhogy jó ez így. Tehát látjuk, hogy Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete elfogadja a Dorján András a polgármesterű tájékoztatóját, az 5 kötőjel 20-as számú határozatok végrehajtására. És akkor a felvett napirend, így végül is hál' Istennek konszenzus lett, és akkor úgy hagyjuk a határozati javaslat. Lányhó Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete módosítja 134/2018-11.29. számú határozat oly módon, hogy a 2016 Lányfalu Móricsi mondott 165A szám alatti önkormányzati ingatlan szociális alapon kívánja bérbeadni az alábbiak szerint. Képviselőtestület az oktatási, kulturális, civil kapcsolat és szociális bizottság javaslatára az érintett önkormányzati ingatlan bérlete iránt benyújtott kérelmek közül Fóge Edit lányfalui lakos kérelmét támogatja, és számára adja bérbe az ingatlan a többi beérkezett kérelem egyidejű elutasítása mellett. A képviselőtestület úgy dönt, hogy az önkormányzati ingatlan 2019. március 15 napjától egy éves határozott időtartamra, mely a felek közös egyezésével meghosszabbítható, adja bérbe Fóge Edit bérlő számára, aki az önkormányzat tulajdonában a bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékelőről szóló 11/2017-9.13. önkormányzati rendelet szerinti lakbért és rezsiköltséget köteles megteríteni, azonban külön lakbértámogatásnak nem jogosult. Ez körülbelül az összeg, az 60 négyzetméter a ház és 900 forint, tehát a bérleti díj 54.000 forint körüli, még lehet, hogy már nem tudom, 15 számoljuk-e majd a lakás területét, de mindegy, 20 rezsit. Ezzel egyetért. Csáni, ezt tegnap is elmondtam, hogy én ezt nem támogatom, tehát én azt mondtam, hogy elmondtam, hogy ha ilyen döntés születik, akkor ezt előre hirdessük meg, és bárki szabadon szájászhasson, úgyhogy én ezt így elmondtam. Köszönöm szépen. Jó, tehát akkor ha igen is, akkor nem lesz szavaztam? Igen. Semmi nem. Köszönöm szépen, és akkor remélem, hogy meg találkozunk.